Sziasztok! Köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Ez most egy ilyen kis mikrofonos semmiség videó lesz. Nem semmiség végül is, mert hozzám jutott egy Kingston HyperX Predator RAM 2133 MHz-en, amiről láthatatok unboxing videót is. És most úgy gondoltam, hogy le fogom tesztelni a régi RAM-ot és az új RAM-ot, a sebességét. Már amennyire le lehet ezt tesztelni. Ennek a segítségére a Zoida 64-et fogom használni. Na hát nézzük is meg SPD, hogy most milyen frekvencián működik. Tehát látszik 1866-ra van állítva. Mind a két modul. Itt van a kihasználtság, stb. De minket nem ez érdekel, hanem nincs már tesztek. Olvasás, írási sebesség, amit most szépen le is fogok tesztelni, bár lehet, hogy a torrentet le kellett volna állítsam. Sőt, biztos. Ezt lepauzolom és csinálok még egyet, bár inkább ki is lépek belőle. Lássuk, milyen értékek vannak. Hát úgy... ötödik hely, mondjuk azt. Lássuk az írási sebességet. Nem lesz egy hosszú videó, csak épp ezt lefuttatom, és kb. Annyi. Itt viszont már kicsit rosszabb a helyzet. Bár mondjuk lehet, hogy a proci sebessége is számít itten már. Jobb mondom, biztos, hogy számít. Mivel ha nem 3,7 heten menne, akkor valószínűleg még előrébb kerülne. De így sincs rossz helyen. Mások a másolás, és három. Tudjuk, hogy milyen különbség lesz a kettő közt. Bár szerintem nem sok. A 2033-as RAM az majd egy apus AMD-be lesz használva, szóval én csak most megkaptam, hogy nézem meg, hogy mit tud. Meg hogy működik egyáltalán. Hát itt is nagyon kicsi az eltérés. De itt is az órajelek szerintem inkább a döntők. És lássuk a latenzit. Nem fogok statisztikákat csinálni se semmi mást. Ezt majd mindenki megnézi a videót. Egybe fogom vágni a két videót. És megnéz mindenki magának, ami tetszik, 67 részek. Hát az így elég vérszegény szerintem. Bár nem tudom, hogy hogy sikerült az Athlon X2-nek ilyen válaszidőt generálnia, de hát mindegy. Na hát végül is akkor ezt akartam meg a CPU-zét elindítani, hogy azért lássátok, hogy tényleg milyen óra jelen működnek a cuccok. Memory 8 giga. Hát az NVA frekvencia 2200-on van, ami úgymond sok, de nem probléma. A DRAM is 936-on van. SPD, itt vannak a frekvenciák. 933-ot használ, 1866-on. Mind a kettő. Slot 2, ja igen, slot 3. Hát ugyanaz, kb. Ugyanaz. 1,65 volton. A 2133-as RAM majd 1,6 volton fog működni. Szóval kíváncsi vagyok az eredményekre. Na hát ez most ennyi lenne. Beszerelem a másik RAM-ot, és visszajövök itt tesztel. Sziasztok! Sziasztok! Mint ígértem, itt vagyok egy újabb videóval. Beszereltem 2133 MHz-es RAM-okat, úgyhogy most ezeket le fogjuk tesztelni. Kezdjük is a CPU ID-val. Felismert mindent. Core speed. Memory. Ugyanúgy 2200 az NB frekvencia. Itt viszont már 1070. Szóval észrevette, hogy másra van benne. És itt is 2132-t ír, de
33-at kellene mondjuk, 1,6 volt, ahogy kell, ezt is látja, és ezt is látja. Na jó, akkor ez működik, futtassuk is az AIDA-t. Netet ilyesmit nem kötöttem be, mert felesleges. Na, a memorinál ére 8 giga. Oké, SDF, itt viszont már. Kingston HyperX, 2133 MHz-en fut. Igen, csak 1,6-ot mutat. Mind a kettő működik tökéletesen, kiváló. Na, lássunk is teszteket akkor, hogy ezzel el. Az előző az értékek nem emlékszek már, de tudom, hogy az ötödik helyre szorultunk. Most kiderül, hogy ezzel ugyancsak az ötödikek maradtunk. De nem nagy különbséggel a 8350-hez képest. Viszont annak nagyobb az órajele. Tehát annyi biztos. Na jó. Hát majd összehasonlítjátok ti, mert én nem fogok azzal foglalkozni. Lássuk is, mi újság. Itt is még mindig nem sikerült megelőzni a 8350-et, de itt már az órajel már turbókor is be volt kapcsolva elvileg. Lehet, hogy az előbbinél is. Lássuk ezzel, mi lesz. Na, itt viszont már megelőztük a 8350 teljesítményét, ami egy kategóriával jobb, mint ez. Úgyhogy itt már látszik a különbség. És lássuk itt. Itt is jobb lett, mert ezelőtt volt, ha jól emlékszek, 67,1 vagy 67 egész valamennyi. Szóval itt is javult a helyzet. Csináljunk egy stability tesztet is. Memóriát. Lássuk, mennyire stabil. A processzor 100%-on. Ezeket kivesszük, mert ezek nem érdekelnek engem, csak egyedül a... Jó, azt nem is mutatja itt külön. Cooling fans, voltage. Látom, itt hiába a memory clockot tettem be. Nem azt méri. Na hát ezzel az erővel akkor meg is állíthatom. Stabilnak stabil, biztos. Na hát végül is akkor ennyi lenne ez a videó. A lényeg az, hogy nagyon kicsi az eltérés. Szóval szinte észrevehetetlen az 1866 MHz és a 2133 között. Itt inkább majd egy apus AMD mellett fog ez igazán észrevevődni a különbség, amiben lesz ez valójában használva. Még mielőtt valaki mondaná, vagy mit tudom, miért vettem, stb. Nem vettem, nem az enyém aram. Úgyhogy hiába is kérdettek tőlem ezt. Én csak megkaptam, hogy nézzem meg, működik-e. Megnéztem, működik. És kb. Ennyi. Lehet, hogy még jövök egy tesztel, mert berakom a másik két RAM-ot is, és ezt is. És lássam, hogy akkor mit fog mutatni. Ha egyáltalán fog együtt működni a két RAM, mert biztos, hogy egyforma sebességen fognak menni, szóval 1866-on szerintem, ha egyáltalán fognak menni. Mindjárt kiderül. Sziasztok! Sziasztok! Újra itt vagyok. Betettem a másik 8 giga RAM-ot is a gépbe, így van 16 giga most már benne.
Bent van az 1866 MHz-es és a 2133-as is. Mivel az első slottokba tettem az 1866-ost, az volt az érdekes, hogy BIOS-ba, mikor beléptem, maradt a 2133-as órajel, és azt ismerte fel automatikusnak, de én ezt átállítottam 1866-ra, mert félek, hogy kisütöm a másik két RAM-ot, ami lassabb. Bár lehet, hogy ez hülyeség, de biztos, ami biztos alapon én inkább leállítottam az egészet 1866-ra, szóval a 2133-as RAM-ok is 1866-ban működnek most, legalábbis a BIOS beállítások alapján, amit csináltam. De ezt most így meg is látjuk, tehát érzékeli az egészet. Igen, látszik, 1866-on fog menni. Itt van, igen, 1866, a kettes slotba 1866. Annyi nagyobb voltage-en megy, tehát több voltot kap, de ez szerintem annyi nem lesz neki probléma, mivel inkább kevesebb van benne, mint több. Ezt lássuk, és akkor teszteljünk egy AIDA-t, és akkor lássuk, hogy mit mond. Memory, igen, 16 giga, 16%-át használja. Majdnem 3 giga RAM-ot eszik meg csak a Windows, mert minden más ki van kapcsolva. És itt van, mutatja, hogy igen, 2133-osok ezek. 1,5-ön megy, így. Na, hát akkor ez is működik eddig. Na, lássuk most a sebesség, hogy 16 giga RAM-mal alacsonyabb óra jelen vajon hozzá azt a szintet, amit többet. És igen, hát ez kb. Ugyanannyi maradt. Viszont itt úgy tűnik, hogy maradt CL 11. Ezt viszont nem értem, mivel az 1866-os RAM-nak van az alapja megadva. Tehát az lett, de látom, nem így van. Na mindegy. Lássuk ezt. Itt, mintha lejjebb estünk volna a ranglétrán. Azért gondolom, mert CL11-es a memória, máskülönben lehet, hogy még több lenne. De mint látjuk, hiába a sebesség itt ez jobb volt a gyorsabb RAM-mal, mint az 1866-os RAM-okkal. Kíváncsi vagyok, hogy most milyen értékek lesznek. Hát nem lettek jobbak. Az 2133-as RAM-mal megelőztük még a 8350-es procit is, amit most nem sikerült. Úgyhogy még mindig jobban jár az ember 8 GB 2133 MHz-es RAM-mal, mint mondjuk 16 GB 1866 MHz-es RAM-mal, mivel eleve nincs mire használj 16 GB RAM-ot, és a gyorsasága is lassabb lett. Tehát eddig volt 66 egész valamennyi, most már csak 70. Na, szóval hiába van több RAM, ha lassabb, mert igenis lassabb. Most már csak kíváncsiságból élményen indexen, tehát eddig volt 7,6, a memóriára kaptunk 7,6-ot. Valamiért megszakadta, tehát az Aero miatt kikapcsolta a felvevő program, ezért most kénytelen vagyok új videóba kezdeni, szóval lefutottam a tesztet, és nagy meglepetésemre a RAM-ra csak 0,1 ponttal kaptam többet, eddig volt 7,6, most lett 7,7. Ami gondolom úgy nőne tovább még 0,1-jel, ha 32 GB RAM lenne benne, akkor talán lenne 7,8, és a 64 GB-val pedig 7,9. Mert tehát annyi a maximum, vagy fogalmam sincs, hogy minek annyi RAM, hogy maximális értékelést kapja, de ez van. Ami viszont nagyon meglepett, az maga a grafikus teljesítmény, mivel eddig 7,8 volt, ha jól rémlik, de majd visszanézem a másik videót, meg ti is, és meglátjátok. Most viszont maximális értékelést kaptam, pedig nincs új videókártyám, nem húztam az órajelén, és a semmi, egyedül mindig a legújabb driver van rajta, és megkaptam a maximális értékelést, ami azért poén. Az egész cucc, ami lehúzza az értékelést, maga a processzor, hiába 8 mag, akkor is csak 7,6-ot kapok rá.
ami valószínűleg hamarosan változni fog, és hát a feljebb fog menni. Az az értékelés. Majd meglátjuk egy-két heten belül, milyen meglepetések lesznek. Na hát ennyi lett volna végül is ez a videó. Azt el kell mondjam, hogy szerintem jobban jár mindenki, ha inkább kevesebb RAM-ot vesz. Kevesebb RAM alatt gondolok itt mondjuk 8 gigára, hogyha van mellé videokártyát, processzorot, hogy tudjál is játszani full felbontáson, full HD-ba, mert 8 gigaramnál eleve nincs szükség senkinek többre, mert nem tudod kihasználni játékokkal. Egyedül a konvertálással, amivel igen, de hát azt nem mindenki konvertál. Tehát az a lényeg, hogy inkább vegyetek kevesebb RAM-ot és gyorsabbat, de maximum olyat, amit bír is a processzorotok és az alaplap, mert hiába vesztek gyors RAM-ot, ha nem támogatja, nem tudja meghajtani a processzor és az alaplap. Mint hogy vegyetek mondjuk 15 GB RAM-ot 1333 MHz-en, mert lassabb lesz. Effektív lassabb, ami visszaveszi a gép teljesítményét, nem növel rajta. Szóval én azt tanácsolom, hogy aki RAM vásárlás előtt van, és nem tudja, hogy mit vegyen, hogy sok RAM-ot alacsony frekvencián, vagy kevés RAM-ot nagy frekvencián, hát annak azt mondom, hogy az utóbbi, tehát kevesebb RAM, de magas frekvencián. Jobban jártok vele, mert gyorsabb. Na, ennyi lett volna ez a videó. Ez az egész videó, ezt egybe fogom vágni, és úgy fogom feltölteni, mert nem akarok külön 4 vagy 5 videót feltenni. Na hát hamarosan, ha minden jól megy, még jönnek unboxing videók és játék videók is lassan-lassan. Ennyi lettem volna. Iratkozzatok fel, nézzétek a videóim. Sziasztok!